Köszönjük, Alany! Ne, oda, amíg oda valaki menni akar, menj el! Üdvözlet, urak! Ismét Erdemi vagyok. Az előbb megkérdeztem, de nem kaptam rá választ, hogy van a deviza hételetek. Nem is kérek igazából választ, mindegyiketek magatokba döntse el. Ha nem neked, akkor esetleg édesanyjának, vagy a családnak, testvérnek, rokonnak, nővérednek, bárkinek van ilyen. Én arra kérlek téged, hogy gondold végig, hogy mennyi pénzt kereshetnél neki egy hét alatt. Kérdezd meg hét fölött, vagy Facebookon üzenjél neki, hogy hány havi törlesztő részlete van még hátra. Ha netalántán 10 millió forintot vett fel, mondjuk 5 évvel ezelőtt, 20 éves törlesztő részletre, akkor ugye még 15 éve van hátra, az 180 hónap. És amikor ő fölvette, valószínűleg 50 ezer forint volt a havi törlesztője, ami már a 100 ezer forint per hónapra emelkedett. Tehát, hogyha ő kijön és mellénk áll, vagy te kérsz egy hét szabadságot, és te is mellénk állsz, egy hét alatt kereshetsz neki 18 millió forintot. És akkor végképp eltöröljük ezt a deviza hitel hitelhúzottságot. Mert ez már nem is hitel, nem is kölcsönszerződés, nem is adásvétel. Ez egyszerűen hitelhúzottság. Számod végig, kérdezd meg nyugodtan a rokonodat, mennyi a törlesztője, hány hónap törlesztés van hátra, szorozza ki, és ahány forintot az eredménnyel kap, annyit keresett egy hét alatt, hogyha kijön. És segít nekünk, és mellénk áll, és eltöröljük ezt a devizahitelt. Ismét arra szeretnének kérni, még egy kicsit gondolkodj és számolj. De úgy látom, hogy fagytok is, látjátok, hogy békés demonstrálók vagyunk. Nem kell már ide két garnizúra ember, elég 8 darab, meg egy kamera, hogy fölvegye mi van itt. Mert mi békés emberek vagyunk, most még. De láttátok itt az előbb a hölgyet. A hölgynek már nagyon-nagyon elszakadt a cérna. Nem tudta, hogy mit csinál, nem tudja ő semmit, hogy mit csinál indulatában. Erős felindultságból bármit elkövethet. És van nagyon sok ember, aki sajnos öngyilkos lett. Ahelyett, hogy akár más csinált volna, tehát nem azt kellett volna tenni, amit tett. Én kérlek benneteket, gondolkodjatok el, nyugodtan beszéljetek a családdal, internet, Facebook, SMS, bármi, és rájöttek, hogy mekkora-mekkora csalás ez, ami neki van. Na higgyétek el, nagyon sok ember volt olyan, aki az autóhitelét 5 évig becsülettel fizette. Egy pár hónap volt még hátra, hogy lejár, úgy gondolta, hogy ha lejár, eladja, és esetleg betörleszti, amit még tud, de az autó árával a lakási tesztet. És akkor döbbent meg, amikor vált a bankba, és megkérdezte, hogy mennyi még az autóhitele. És kiderült, hogy 5 éve fizette, és majdnem, hogy több még, mint amit fölvett. Úgyhogy sokan nem tudjátok, az autóhitelet ilyen 17-15%-os. Ezután előfelindultságból bejönsz a bankba és megkérdez, hogy a lakások terére mennyi van. Hát ott aztán még jobban megdöbbent, nem hogy annyi, amennyit fölvett, hanem még a több millió forint volt, mint amit fölvett. És rájön, hogy ez az összeg, ez a hitel, ez kifizethetetlen. Előbb-utóbb egyre többen rájönnek erre. Van, aki még próbálja, eladja otthonról a horgászbotot, horgászorsót, eladja a robogót, elad bármit, hogy még befizesse, de előbb-utóbb rájön, hogy ez kifizethetetlen. És akkor átáll a mi oldalunkra, és egyre hangosabban fogja skandálni a magáét, és utána nem tudni, mi lesz vele, nem tudjuk, hogy mi lesz. A saját maguk szervezik az emberek, nem tudom, látjátok, de már kisebb csoportok az országban több helyen kinyílnak, mint a virág, és hosszú-hosszú életre elindulnak.